Megbénította Franciaországot a szakszervezetek országos sztrájkja, amellyel a kormány nyugdíjreformja ellen tiltakoznak. Marseille-ben és más nagyvárosokban tüntetések kísérték a munkabeszüntetést. A francia kormány terve egyebek mellett az, hogy 62-ről 64 évre emeljék a nyugdíjkorhatárt. Kivételes szakszervezeti egységet láthatunk, ez pedig jelentős erőt ad nekünk. Ez az első ilyen alkalom az elmúlt 15-20 évben, mondta Jean-Luc Mélenchon, az Engedetlen Franciaország nevű mozgalom vezetője, korábbi szélső baloldali elnökjelölt. A villamos energiaipari dolgozók tiltakozásul csökkentették az áramszolgáltatást. A sztrájk miatt rengeteg vonatot és repülőjáratot töröltek, Párizsban csak a vezető nélküli metrószerelvények közlekednek zavartalanul. A tanárok 70%-a megtagadta a munkát, így csütörtökön sok iskola zárva maradt.